Johnny Claytonnak már vannak nagy győzelmei, különösen a tavalyi év volt az számára, amikor úgy igazán hengerelni tudott, hiszen megnyerte a World Grand Prix-t, megnyerte a Premier League-et, megnyerte a Masters, megnyerte a World Series Finals-t. Ehhez képest, hogyha ezeket a teljesítményeket nézzük, azért German Wattimén a számai mutatói eredményei ettől elmaradnak. Amit ő fel tud mutatni az elmúlt évekből, az 2019-ből egy negyed döntő a World Grand Prix-ról. Egyébként úgy általában a 32, illetve a 16 között búcsúzik, a 32-nél tovább a világbajnokságon nem jutott, és úgy, ha az embert megkérdeznék, hogy German Wattiménát hova kell elhelyezni a világ darts térképén, akkor lehet, hogy valami hasonló számot mondanánk ott 30-50 között, de ez a 30-50 között lévő 20 játékos is bármikor képes lehet arra, hogy mondjuk a top-top játékosokat legyőzze. Erre ma képes lehet-e szerinted Wattimén a Medi? Ja, természetesen, én nem látom ezt, főleg úgy, hogyha elkapja ő egy, azért ő is egy puskakezű játékos, egy jó tempót fognak játszani mind a ketten. Ha elkapják a fonalat, akkor nagyon nagy játék lehet belőle. Én még mindig úgy gondolom, hogy Johnny Clayton esélyesebb, de képes szenzációs játékra Wattimenna is. Viszont amiket én láttam tőle, rengetegszer nagyon-nagyon jó játék, és utána pedig egy nagyobb bukásnak a része, és itt a bukás természetesen időzéjelbe egy óriási nagy visszaesés a játékba, és utána elveszti a meccset döntő pillanatokba. De hát véletlenül valakiből nem lesz pro turkártyás játékos, tehát turkártyás játékos, ez az igazság. 325-re jön le Wattiména. Hogyha ott a jobb felkarján azok úgy tetoválások lennének Johnny Claytonnak, legalábbis nekem nem tűnt fel eddig, hogy ott vannak. 85. Rossz Miss 7 elveszített mérkőzés után tudott meccset nyerni a Grand Slam of Darts-on. Jó kis sorozat, 2013 óta először nyert ezen a tornán. De el tudott 7-szer jutni már idáig. Vagy 8, bocsánat, ez a 8. alkalom volt neki. Ja, nem is biztos, mert a mérkőzésekről volt szó. Igen. De hát akkor is. Ha mindig 3 mérkőzés játszott, akkor is ez 3 alkalom, tehát az is gyönyörű. Kiszáll Clayton, 1-0-ra a Velszi vezet. A másik Velszi ma kikapott az év eddigi egyik legjobb mérkőzésén, pláne hogyha ilyen 5-6 leges mérkőzéseket nézünk Raymond van Barneveltől. Ami egyébként a Velszi VB részvételeket illeti, Gervin Price természetesen ott lesz, Johnny Clayton ott lesz, Jim Williams ott lesz, és Louis Williams igen. Ott lesz a Development Tourról. Ez a 4 Velszi egyelőre. Aztán, hogy esetleg még valakit rejtegete az elkövetkezendő egy hónap, az meg kiderül. 140. Ott van. Ó, azt áttolta az egyesben, 81. Jó, az első nyíl. Második alatt a 100-as. 140-ről próbálkozhat Clayton. Eddig jó. Még mindig dupla 10. Oh, ki 140-ről. 150-re jön Wattimena, ugye láttunk Martin Schindlertől már egy ilyet. 64-es, dupla 10. Valat maradt. 2-0 Claytonnak. 13 nyilas leg a 18 után. Oda bele a közepébe. Nem szeretne nagyon sok kérdést hagyni a mérkőzéssel kapcsolatban Johnny Clayton, és nagyon sok reményt sem adni German Wattimenának.
140. Na most nagyon elkapta a fonalat, Várti Mená, 177. Szektorhiba. Nagyon le van maradva Clayton, azért egy 135-tel jön le 200 környékére. Jó, hát az első 6 nyílból 64, az első 6 nyílból 5 tripla volt Vattimenánál. Ó, 138, van 54-et vártam, hogy bedobja azt is. 100-as, marad a 20 pont. Mostan tudott előzni Clayton legend belül, azzal a két triplással. Dupla 16. Á, 3-0. Elrobogott, elhúzott Vattimena mellett, itt elég komoly hátrányból a harmadik legben. 140. Százas. Nem dobhatott még nyilat a kiszállóra, Vattimena. Igen, ez egy fontos info nagyon. Pedig egyébként nem játszik rosszul, 103-as első 9 nyila van, 97-es átlagon van. De Johnny Clayton a... Az is 100. Extra dobott mindig, amikor kellett. Most dolgozhatott valaki komolyabb előtt. Á, ez nagy hiba volt. Így bajban van. Nem, most két triplával el lehet kiszállon Johnny Clayton. Így nem. Közelíteni tudott csak. 58. Ez a hiba, ez most 43 pontos sorozat benne maradt a fejébe. Tripla nélkül jött, igaz, kiszállóra lekerekített, de 140 jön. Óriási előnyben most megint. De ha már lehet egy 106, nem, sajnos, azt hittem lesz egy 160-as kiszálló. 76-ra a Velszi. Dupla 8. Dupla 4. Nem dobja be. Dupla 20, az első duplája volt a mai napon, amit eldobott, meg a másik. És ez fölé megy az is. Még az Ág is húzza. Johnny Clayton tavaly megnyerte a csoportját egyébként, Bradley Brooksot, Mervyn Kinget és Rusty Jake Rodriguez-t megelőzve. Dupla 2, az nincs benne. Dupla 10, nem tud kiszállni a holland, nem bizony. Látszott, hogy... Dupla 1. Nem egyszerű azt megdobni. Devon Clayton azért... Neki egyszerű volt, neki egyszerű volt. Egyszerű. És nem mondhatjuk, hogy szemmagasságban volt. Gervin Price győzte le tavaly a negyed döntőben egyébként Johnny Claytont 16-12-re. Úgyhogy ami a legparádésabb meccse volt Claytonnak, az a nyolcad döntő, az első kieséses szakaszbéli meccs Nathan Rafferty ellen. Úgy nyert 10-2-re, hogy 104-es átlaga volt 12 leg alatt. Ebben az az érdekes, hogy amióta elkezdődött ez a 2022-es verseny Johnny Claytonnál, ugye nem bukott még leget. Mert 5-0-ra nyerte az előző meccsét is, és most is 4-0-ra vezet. Százas. Látod? Kicsit előbb érkeztem, mint az angol kommentátorok. Igen, most beszélnek erről. Lehet, hogy nem csak mi halljuk őket, hanem ők is minket. Tényleg?
úgyhogy óvatosan. 140. Nem ez lesz a leglassabb meccs. Hát nem, nem szétdarálja mind a kettő olyan tempóba dob. És még ráadásul 5-0, vagy 5-0 is lehet. De ez még egyszer nagyon fontos, hogy Johnny Clayton nem bukott még leget. Tripla 18, az sincs meg, de még biztos lesz nyila. 50 a dobás, 56 a maradék. Az tripla 19, nagyon kellett, 96. Meccsin lesz a kerekítő után. 16 a helyén, dupla 20. 5-0-ra ezt a meccset is megnyeri Johnny Clayton. Úgyhogy vele találkozni fogunk a legjobb 16 között. Nagyjából még nem is volt időnk semmiről beszélni ezzel a meccs alatt. Egy ilyen 8-9 perc lehetett úgy nagyságrendileg, talán max 10-12. Egy puska kezőnél. Johnny Clayton szépen lassan majd elkezdhet készülni a 8-at döntőre. Persze még Damon Hatta ellen játszik holnap után, meg majd még matekozni is kell, hogy mi a helyzet. Két meccs, két győzelem, 10-0-ás legarány. Nagyon nagy baj. Van, szerintem. Nagyon nagy baj már vele, nem fordulhat elő. Michael van Gerwennel és Luke Woodhouse-zal még igen, ők viszont egymás ellen játszanak néhány perc szünetet követően.